Szervusztok, kedves embertársaim, én Oscar vagyok, és ez az ingyenes Half-Life 1 kiegészítő lemez végigjátszásomnak, az Afraid of Monsters-nek a hatodik része. Itt vagyunk ebben a sikátoros, alaksoros cuckombajcsban. Ugye van a késünk, a automata pisztolyunk, a sörétesünk és a magnumunk, vagy Desert Eagle, vagy nem tudom, de egy nagy kaliberű pisztoly. És lehetett ugye abba az irányba elmenni, illetve ebbe az irányba. 50-es szinten van az elemünk, szóval akkor menjünk ebbe az irányba tovább, és hát remélem, hogy azért a túlélő horror jellege a cuccnak vissza fog térni. De várjam, itt két oldalon lehet lejönni. Vagy ez már egy másik hely. Supermarket. Na, mik vannak ide felírva? Slender, vagy mi az? Mindenféle fali firka, különösebben nem hat meg engem a dolog. Itt van egy teherautó, CIS 312-es rendszámmal. Fel lehet mászni a tetejére, szerinted? Szerintem sem. Nem. Körbe van téve láthatatlan brásokkal. Poligonokkal. Nem poligonokkal, szóval hát ilyen régi pályaszerkesztőben brásoknak hívták ezeket. Tehát amiből így össze lehetett rakni a cuccokat. De mindegy, majd lesz ilyen pályaszerkesztő videó is, csak nem tudom még, hogy mikor. The door is locked, de be van zárva az ajtó. Hát igen, már lehet, hogy új évre fogom halasztani ezeket a cuccokat, de na most a játékról beszéljünk, ne kalandozzunk itt el. Igen, szóval itt megyek felfelé. Hát alig fel vagyok fegyverkezve, hogy különösebben nem izgulok. Igen, elég sötét van. Na igen, erre még lehet elmenni. Én mondtam az előző részben, hogy most már nem fogok finomkodni annyira, nem fogok takarékoskodni a lőszerrel, de hát azért lehet, hogy mégiscsak. Ja, ott vannak fent azok a köcsök fiúk. A sima pisztolyjal... Ó, várj, amit? Ilyen gyakran lősz? Ne lőjél ilyen gyakran. Ez nem mókás. Hú, láttad, hogy kikerültem? Ha! Ennyit rólad, köcs. Na. Tehát ezekre a balfékekre jó, hogyha van pisztolylőszer. Úgyhogy én azt hiszem, hogy még mindig jobban járok, hogyha tényleg odafigyelek, és inkább a gyenge ellenségeket késsel ölöm meg. Egész hangulatos lett ez a kis helyszín itt, nekem nagyon tetszik. Érted? Na mi ez itt? Nem lehet szétverni. Kuka az teljesen tele van rakva mindenféle szeméttel, itt nem tudok átmászni, valóságban itt átmásznék, mint a disznó. Ah, piás üvegek. Pisztoly. Dupla pisztoly. Tehát most akkor találtam lőszert ehhez a fegyverhez is, halleluja. De hát ezt majd az igazán durva ellenségekre fogom tartalékolni. Ez is zárva van, vagyis hát be van ragadva. Igen, mondtátok, hogy ezek az ajtók, amire az van írva, hogy this the lock is jammed, tehát hogy be van ragadva egy ajtó, az soha büdös életben nem fog kinyílni. Nem is kell vele foglalkozni. Szerintetek a vízbe be lehet esni? Nem. Nem lehet, vagy hát innen nem tudok. Biztos, hogy galát szörnyek vannak a vízben. Egy kocsi állja az utamat, egy Mazda. Azért így elképzelem a játékfejlesztőjét, hogy a saját kocsiját így lefényképezte, aztán bedigitalizálta a képet. De lehet, hogy Google-ról szedte le, ki tudja. Erre a korlátra nem is lehet rámászni, tehát akkor a szörnyeket esetleg innen el tudom intézni majd, hogyha bár mondjuk, hát nem tudom, meglátjuk. Úristen, ott van egy szörny, egy galád szörnyeteg. Na, a sörétest elő is veszem. Haha! Nem tudom, ez mi akar lenni amúgy. Valami rovarszerű élőlény. Különösebben nem is akarom megtudni. Úgyhogy menjünk tova. Na, kicsit körülnézek itt a parkban. Hát, hogyha van valami. Tudsz? Például itt elrejtve a bokorban. De nem hiszem egyébként. Nem különösebben bízom benne.
Oh my god. A pad környékén valami lőszer. Egyáltalán ki helyezi el ezeket a lőszereket? Jó, persze, tudom, hogy most egy ilyen rémálomszerű állapotban vagyunk. Be van ragadva ez a kapu. De kár. Na nem baj. Kutatunk tovább. Hó, mi az ott? Csak nem egy... Ja, azt hittem, hogy egy fejsze. De nem. Kukákat mindig szét kell verni, mert pisztolylőszer vagy gyógyszer van benne. Szerencsére most nincs szükség erre a gyógyszerre, úgyhogy megyünk is tovább. Nem lehet széttörni? Nem. Már csak a rakétavető hiányzik. Szevasz, köcs! Vaj, mentek egyet. Ide felmászunk. Hál' Istennek sikerült elintézni. Hát igen, ez a pad, ez nem volt annyira megbízható. Hát ide kellett volna beugranom. Ja. Ezt is fogom tenni. Egy ismételt szemét. Egyszer megcsinálta a készítő, aztán ide kopiszta az előző helyről. Igen, itt most már számítani kell arra, hogy beugranak ezek a zombik. A falon keresztül bemászva. Hát csak mi volt az ott? Ja, semmi. Csak egy kis textúra bevillanás. Ajjaj, szűk helyeket nem szeretem. Zárva van. Hú, de sötét van. Ha, láttad a reflexet? Szuperszónikus volt a reflex. Gyere! Amúgy érdekes, nekem tűnik csak úgy, hogy ezek egyre gyorsabbak, vagy tényleg gyorsabbak. Ja, kettő jött ki. Oké. Gyere, köcsög. Kapsz egy sörétet a fejedbe? Kérsz egy sörétet a fejedbe? Ingyen van. Jó van. Több nincs? Nincs. Ajajajajajaj. Help me. Help me, God. God, help me. Na? Jössz vagy nem jössz? Beragadtál? Gyere, öregem. Na gyere ki a világosra. Gyere ki a hóra, játsszuk le. Gyere. Na nem akarsz jönni? Ráúrok a fejére, akkor mi van? Nem gondoltam volna, hogy ez összejön. Felülre nem tudnak támadni. Ez is ki fog szakadni. Nem? Azt hittem pedig. Na jó, sörétest azt előveszik. Ó, ez a kuka, ez nagyszerű, ez nagyon jó szolgálatot fog itt tenni nekünk. Egy órának a kattogását hallom. Fel kell mászni. Nem kevés melója lehetett azért a játék készítőjének ezzel a moddal. De tudtam. Na vaj, ezt visszatöltöm, mert ez eléggé szarul jött ki. Die, motherfucker!
Igen, szerencsére ezek egy helyben megállnak. Igaz, hogy láthatatlanok, de ha tudod, hogy hol helyezkednek el, akkor nincs különösebben gond. Ez be van zárva, tehát akkor marad az ablak. Ah, itt van egy láda. Hát ez eléggé nyilvánvaló, hogy mit kell vele csinálni. Ja, ide kell tovább mászni. Tehát, de tényleg mi van akkor, hogyha ledobom? Le lehet dobni egyáltalán? Nem is lehet ledobni. Ilyen furcsa zajokat hallottam az előbb. Ez be van ragadva. Ja, ezek lépcsők, azt hittem, hogy fel kell mászni. Úristen, micsoda zajok ezek. Na, headcrabek. Ah, itt nincs semmi. Na, ott látok még egyet, de ez az ajtó igazán bezáródhatna. Ah, mellé. De rohadt... rohadékok vagytok ti! Szerencsére van muníció bőségesen, de azért óvatosnak kell lenni. Zárva. Na, itt is használjuk a klasszikus módszert. Ebben nincs semmi. Ebben van egy elem. Tehát akkor magyarul ezt szétzúzom. 54%, és akkor ezt megtartom, hogyha esetleg zombi támadás lenne. Zombi apokalipszis esetére ugyebár. Nagyszerű. Hol vagyok már megint? Elég érdekes helyen mászkálok, már nem azért. Aha. Na, akkor ide be a szellőzőbe. Remélem, hogy nem lesznek ilyen fej headcrabek. A headcrab új izét nyert magának, értelmezést. Mi ez a sötét hely, most komolyan? Hol vagyok? Valahogy úgy érzem, hogy a sörétesre lesz most szükségem. Aha. Hát ez tud bántani. Amikor először találkoztunk, akkor még csak ijeszgetett. Ó, rohadékja, hát ide sörétes kell. Szerencsére nem túl szívós. Á, ott egy headcrab. Mi van már? Na. Hát ez rosszul jött ki. Úgyni, takarékoskodjunk a sörétessel is. Aztán pisztolyra által fele. Hú, de rohadt egy hangod van neked. De mi ez már valami erősebb headcrab? Kétszer annyit kell belelőni, vagy én nem találom el megfelelően? Epilepsziások, figyelem. Na, igen, ez majd a fő ellenségre tartalékolom ezt a pisztolyt. Na jó, menjünk innen, nehogy epilepsziás rohamot kapjatok itt nekem. Ez már nagyon elvont, gyerekek. Ez már aztán nagyon elvont. Egyre kevésbé tudom követni, hogy hol is vagyunk. Meg hogy mi a célunk most már. Tehát jó, az világos, hogy valahogy ki akarunk jutni ebből az egész rémálomszerű állapotból, de hogyan és ilyesmi. Meg ezek a lények is egyre furcsábbak. Vagy csak nekem tűnnek furcsának? Hát nem tudom, olyan furcsa. Tehát már egyre elvetemültebb a kinézete ezeknek, nem? Na, akkor itt lehet lefelé menni, meg itt erre. Hát ez nem túl bizalomgerjesztő. Ú, de jó. Tök sötét van. Aha, ezek csak akkor
reagálnak, hogyha rájuk világít, az nagyon cselesek. Menjünk lefelé. Ez még kevésbé bizalomgerjesztő, úgyhogy akkor inkább erre megyek. Aha, aha, aha. Igen. Sötét helyeken gyorsan kell mozogni, mert a elemlámpa az nem bírja olyan sokáig. Á, generátor. Na akkor nyomassuk. Remélem, hogy ez pontosan azt fogja csinálni, amire én gondolok, hogy fényt kapunk. És megnyomtam a generátort. Lesz fény nekünk. Mondd, hogy lesz fény nekünk. Nem lesz nekünk fény? Hé, mi az ott fent? Mit hagytam én itt? Sörétest. Meg egy gyógyszert. Na jó, akkor most már ezt is tudjuk. Hova kell menni, hogyha baj van. Anyádat. Ó, hogy nem igaz. Na még egyszer. Vajon ezt felszedtem már? Igen. Na gyere csak ide az anyár úristen itt. Úgy. Ijeszgetsz itt engem. Aha. Oké, okay, ismét világos. Ez nem lehet. Hát, mondom ki lehet törni. Júj! Mi volt ez? Jaj, 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 mögöttem is volt egy. Hú! Ez ijesztő volt. Hú, anyád. Die, you mother humper. Hú, remélem nem lesz még több. Na gyertek! Bum, a fejbe köcsög. Olyan rovarszerű élőlények ezek. Na, lesz itt még egy. Aztán neked, nem jó járt neked. Na jó, most már átváltok késre. Remélem, hogy nem lesz több ilyen rohadék. Kellett nekem elszólni magam, mi? Ja, hogy ilyenkor sérülünk, tehát akkor ilyenkor marha nagyot sérülünk, csak némi időnek kell eltelnie, hogy a sérülés beaktiválja magát. Uh-huh. Szóval magyarul ilyen vérveszteséges. Jó van akkor, erre nagyon figyelni kell, hogy ez ne sebezzen meg. Ide fel lehet mászni, jaj, ide jó. Jaj, de szeretem, hogyha fel lehet mászni dolgokra. Ja, hogy megkerültük! Ja, hát igen, persze, tényleg itt ilyen zsilletpengés kerítésvédő van ott a tetejére elhelyezve. Igen. Azért nem tudtunk átmászni. Blake. Oké. Okay. Ó, anyátokat. Valahogy nem tetszik ez, hogy ennyire kezd kifogyni a sörétesem. De hát ezeket el kell intézni. Ezeket nyilvánvalóan nem pisztolyjal fogom, mert hogy a pisztolyjal azokat a repkedős cuccokat szeretem lövöldözni. Ha lehet, hogy át fog ez menni még túlélő horrorba, hogyha egyre kevesebb lesz a lőszer. Ó, ott is van egy gyógyszer. Hát végül csak körül kell nézni. Van itt. Na már megint olyan furcsa zenét hallok. Ez semmi jót nem jelent. Természetesen zárva. Nyilvánvalóan ez is zárva lesz. Itt valami jó gyógyszer. Nagyszerű. Semmi. Semmi. Power. Energia.
Na jó. Menjünk erről? Úristen. Mi ez itt? Ez a sötétség. Hogyha erre megyek, hát ott sötétség van. Akkor inkább ez a sötétség, a kisebbik sötétséget választom. Na hát végül is egész jól megoldottam a cucc gombót. És akkor nyomjuk meg ezt a marha nagy gombot itt. Shithead! Nem volt ez így jó. Nem tetszett a megoldása. Tehát akkor tulajdonképpen megnyomom a gombot, szóval ezt pisztolyjal fogom akkor. Négy lövés a fejbe. És mindenki happy. Főleg én. Aha. Van fény. Mint hogy itt is több fény lenne. Hát persze, hogy több van, de itt nem. Itt például rohadtul nem. Ó. Ó, de tudtam. Tudtam, hogy valami lesz ezzel az ajtóval, gyerekek. Ez jól meg lett csinálva. Jó, mehetünk vissza akkor a városba. Bár nem tudom erre miért volt szükség amúgy, hogy felkapcsoljam az energiát. De akkor most visszafelé kéne mennem. Ez a jeep, ez nem használható? Zárva van az ajtaja. Jaj, ismét sötétség. Tehát akkor most menjek erre. Ezt már megnyomtam, várj, akkor most merre kell menni? I don't know. Tehát ugye onnan jöttünk. Ez érdekes. Hát merre kell most menni? Várj, arra nem mehetek. Erre nem mehetek. De akkor mégiscsak erre lesz itt valami. Valami itt kinyílt. Most, hogy már van energiaforrása. Itt nem tudok átmászni. Hát mi az úristen kell itt csinálni? Ajtók azok továbbra is zárva vannak. Valami pedig történt. Ez Hodziher. Valami értelme biztos, hogy volt. Vagy csak én vagyok? Béna. Nincs semmi. Mit kell csinálni? Sötétség van oda át. Hát ez érdekes. Ezt már egyszer megnyomtam. Nem hiszem, hogy itt hagytam volna valamit. Gondolkodjunk már most, miért is jöttem akkor ide? Nem tudom. Kicsit lelassítom a lépteimet. Tehát igen, itt van ez. Valahogy vissza kéne jutni a túloldalra. De az hogyan tudnám megoldani? Tehát az nyilvánvaló, hogy erre fel tudok mászni. Ez nem... Várj, mi ez itt? Oh! Kulcs! Hogy nem vettem ezt észre?
Jó, megvan, meg vagyunk mentve. Jó, arra most nem megyek. Most biztos, hogy lesz egy csomó ellenség. Fel is mászok ide. Na, nincs, egy se. Mi meglepő? Igen, ez jammed. Na most lesz egy csomó. Boszt akarok, boszt, most! Ide nekem a boszt. Vagy lehet, hogy ez a kulcs akkor, ha nem is ide. Persze ez is be van zárva, ugye? Ez is gyömbelve volt, aha. Jó van, akkor mégiscsak itt lesz valami. Nem tudom, ez gyömbelve volt? Aha. Le volt gyömbelve. Valaki legyömbelte, érted? Lekvárt, jent rá. Már megint ez a hely. Nem szeretem. Na. Jó, mi volt ez? Komoly beszaggatást tapasztaltam. Tényleg oda nem lehet felugrani? Nem. This is jammed. 49-es szinten van az elemlámpa. Valaminek történnie kell most már nem sokára. This lock is jammed. Hát akkor mi? Megyünk itt körbe-körbe. Valamit nem jól csinálok szerintem. Hát rossz irányba mentem. Másmerre itt nem lehet menni. Hát ez eléggé zavarba ejtő. Mit agadás. Visszakerültem ugyanoda. Ez beszarás. De várj, hogyha ott megvannak a kulcsok. Lehet, hogy itt valamelyik lakást is ki lehet nyitni. Nem. Ja, persze ez mind gyömelve van. Jó. Na várj, visszatöltöm. Tehát akkor ugye... erre mentünk most, de ez mind kiderült. Zsákos Frodo utca. Tehát semmi értelme nincs erre menni. Kiugrani nem lehet. Mi a ménkült kell most itt csinálni akkor? Valamit csinálni kell, azt tuti. Ajajaj, meg vagyunk lőve gyerekek. Vagyis hát meg vagyok lőve. Ti már lehet, hogy tudjátok a megoldást, de én nem. Fogalmam nincs, hogy most mit kell csinálni. Hát vagy még az lehet, hogy akkor most elmegyünk a másik irányba, ahol már voltunk. Lehet, hogy ott valami most kinyílt. Vagy hát erre ugye nem tudok menni, tehát itt az előző epizód. Akkor az izéje volt, ugye? Tehát igen, innen jöttem. Tehát ide nem is tudok visszamenni. Igen, be van ragadva. Hál' Istennek legalább olyan marhasokat nem kell visszafelé menni. Tehát ugye ez itt jammelve volt, és akkor ide le tudok ugrani. És akkor marad ez.
akkor már csak erre tudunk menni tovább. Na, jó, erre kellett. Van fény, gyerekek, hát ez is nagyon ritka. Tök világ, it's locked. Be van zárva, tehát ide majd kulcs kell. Jegyezzük meg. Hopp, lejárt az időnk. Na jó van, akkor ettől a ponttól fogom folytatni. Jó van, azért örülök, hogy így a rész végére sikerült tovább jutnom. Ez volt a hatodik része a Afraid of Monsters végigjátszásomnak. Gyerekek, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornámra. Következő részben pedig majd folytatjuk. Oszkár voltam. Sziasztok!